Hello! Sziasztok, srácok! Üdvözlöm először is a VOD visszanézőket, ha még nem tetted, Twitch-en kövess be, hogy ne maradj le az élő adásokról. Nyomj itt YouTube-on egy lájkot, és itt is iratkozz fel. Hello, hello! Na! Hazatértem! Aztán toljuk is bele a live-ot, ahogy azt kell. Mindjárt még gyorsan megosztogatom. Addig support a creator kódom mongufta, kötőjel dave. Ugye ezt be tudjátok írni Fortnite-on belül. És innen is köszönöm szépen, srácok, hogy még csak 8-a van, de már ketten használtátok a kódomat. Hello, Szabi! Köszi a Miu nevetését. Este érkezik a live menetrend a tagoknak, és majd ott látni fogjátok, hogy mikor lesz a zumbás összegyűlt csatorna pontos live, mert ha minden jól megy, akkor talán jövő héten, de ezt még ma megálmodom este, mikor összeírom. Úgyhogy addig is osszátok a live-ot, srácok, ki hogy van, én is fogok mesélni. Lesz természetesen videó, vlog is a svédországi nyaralásról, meg lesz egy másik videó is, ami több mint egy órás a vágatlan, úgyhogy majd valamit ki kell rá találnom. Mármint, hogy nyilván van benne felesleges rész, de svéd nasikat kóstoltunk Janával, és hát volt olyan, amit ki kellett köpni, ezt így előjáróban nektek. Aztán nyilván volt olyan is, ami nagyon jó volt. Aztán ettünk különlegességet is. Minden nem akarok leszpoilerezni, srácok, mert lesz egy beszámoló videó is, ahol összehasonlítjuk a svéd és magyar dolgokat. Szolgálunk és svédünk, ugye? Jó. Hello, John! Kira, Star Stable magyarul. Sziasztok! Elment egynek a napom, nagyon cuki szerintem. Mi? Az nagyon cuki szerintem finom volt nektek, ugye? Csak mondom, egy volt, amit én kiköptem, meg egy, amit Jana, de nem ugyanaz a termék, tehát más az ízlésünk. Meg volt, amit hazahoztunk, mert annyi volt belőle, meg volt, amit ott hagytunk a személyzetnek, hogy egyék meg. Na jó, üdvözlök mindenkit, srácok, végre visszatértem, amúgy nagyon jó volt, eléggé le is barnultam egy picit, bár az a fényekben nem látszik, de szerintem tök jó színem lett. Úgyhogy mi mással tértünk volna vissza, mint Fortnite-tal. Addig is írjátok be, mongufta kötőjel dave, lehet majd jönni. Megnézzük gyorsan a shopot, addig lehet kérdezni, srácok, bármit. Akár a nyaralással kapcsolatban van kérdésetek, és szívesen válaszolok. Na, ez nem is rossz skin. 800-ért? Egész jó? Na, várjál. 800-ért? Teljes királyság. Ezt is ajánlom, mert ez se egy rossz skin, ezek annyira nem hatnak, meg... csákányok, gyerekek! Jó, vannak jó csákányok, ez a farkasos, meg a kaktuszos. Kaktuszos? Szétcsapkodunk mindenkit kaktusszal. Szia, Petra! Ez meg megvan nekem, várjál, menjél vissza! De rossz az egerem görgője, tényleg muszáj lesz egeret is vennem. Most már nagyon visszaugrál. Ezek se rosszak. Wukong! Ben van a Wukong, azt is de szeretem, mint skint. Hello, Pati és Petra, júj! Na jó, ez is nagyon jó. A cica annyira nem tetszik. Ez mi? Na igen, nem voltam fenn egy ide. Nem rossz, aranyos. Oké, a szuperhős, a skip, ez már 1000 éve ben van. Na, 2024-es NFC glow. Hát igen, ez a csontos, ez nyilván jobban tetszik, mint ez. De nem rossz, és ez mi? Winner. Ez kell nekünk, gyerekek, a sok winre. Hát figyelj! Ott a kupa. Mi van még itt? Ez se rossz, ez a champion, ez régen is szemeztem vele. Solo. Nice. Jó, ez régen is benn volt, mielőtt elmentem nyaralni. Jó, meg vagyunk, gyerekek. Úgyhogy, ha bármit vesztek, a kódomat ne hagyjátok ki. Meglátogattad ezt a szót? Az a vicces amúgy, hogy 40 percre voltam tőle, a székhelytől. Nyilván sajnos nem lehetett, de... viszont félig meddig, mert gyakorlatilag a város egy része úgy nézett ki, mintha Star Stable-ön belül jártunk volna. Képeket osztottam meg
köszi Szabir csatorna pontokat. Képeket osztottam meg Instagramon és Facebookon belül is Messengerbe, vagy ilyen történetbe, de majd lesz a vlogba is, nagyon durva gyerekek, onnan mintázták konkrétan, úgyhogy nagyon-nagyon jó volt. Amit ettem érdekességek, és lesz spoiler ezek a videók előtt, olyan halászlét csinálnak gyerekek, hogy beletesznek rákot, kétfajta különböző rákot, valami rohadt drága halat, és azba még tesznek bele répát, meg zöldségeket, és azt egybe passzírozva, vagy hát addig főzik, amíg teljesen szétmegy a répa, nekik az a halászlé, nagyon durva amúgy. Illetve a lazanyát is tök máshogy csinálják, mert ugye sima lazanyát megcsinálod itthon, és ők még tesznek bele 8 vagy 10 valamilyen fűszernövényt, aminek a felét azt se tudom, hogy mi az, meg ugyanúgy tesznek bele répát, meg még nálunk sárga a répa, náluk citromsárga a répa, gyerekek, citromsárga. Jó hideg, mit? Konkrétan meg fél üveg bor megy a halászlébe még, a rákhoz. Nagyon jó, amúgy finom volt. Úgyhogy bármi van, majd mondom, lesz egy videóvlog, amin lesz a végén ugyanúgy sok fénykép. Lesz egy svédességek nevű nasi kóstoló, ez nagyon jó lesz. Illetve lesz egy svéd kontra Magyarország összehasonlítás. Nagyon durva gyerekek, 3 embert ha láttunk cigarettázni, és nem volt sehol büdös. Ez a kettő, amit kiemelek. Az új domtetőse... A kinti WC-k is tiszták voltak, hallott, beszarsz. Egy új domtetős helyszín nagyon menő volt. Az tele volt almába, annyi alma volt, mint a vadállat. Igen, az nagyon, az Janának is nagyon tetszett. Hello Power, gondolkoztam is rá, hogy te svédből voltál, ugye, mert mikor jött Donét, az koronának írta, meg rémlet is, hogy svéd, csak nem tudtam, hogy Stockholmtól mennyire vagy messze meg minden, de örülök, hogy látlak amúgy, üdvözöllek itt Twitchen is, srácok, vagy hát téged legalábbis, meg hát mindenkit, jó újra itt lenni veletek egyébként, de még maradtam volna, jövőre 5 napra megyünk. Jut eszembe, melyik reptérről mentetek? Egy reptér van Budapesten, onnan mentünk. De amúgy Ryanair-rel mentünk. Hello Levente! No, nagyon jó volt, igen, csak nagyon sokat sétáltunk, és mondjuk másnap, mikor jött haza a gép, akkor pihenni kellett volna, olyan retek fáradt voltam. Még jövőre meg akarunk nézni 4-5 szigetet, meg kb. Úgy képzeljétek, hogy megnéztük Stockholm nagy részét, az Óváros részét, az tök retro, meg egy 3-4 szigetet, ami mellette van, és hídról át lehet menni, meg egy kisvárost, ami onnan 40 percre volt taxival. Úgyhogy ja, ennyi fért bele. Meg etettünk babasirályt, majd a videóban nagyon cuki. Na, tipp, mivel etettünk babysirályt? Jöhetnek a tippek. Stockholmtól 3 órára, vagy az picit messze van. Csak azért, mert ugye apu már reptéren dolgozik. Hát akkor onnan. Milyen volt repülni? Jó gyerekek, ezt még mondani akarom krumplival? Nem. De nem átlagos dologgal eltettük, tehát hogy nem az a fő étele a sirálynak, de megette, tetszett neki. Tehát, hogy a repülő gyerekek. Én nagyon szeretem azt, amikor fent vagy, nézed a felhőket, minden. A felszállással sincs bajom, de a leszállás. Most síp lenne, hogyha így kimondanám az őszintét, hogy mimet kaphatja be, de hogy gyakorlatilag nekem annyira fájt a fülem, tehát hogy nekem nagyon szűk a hallójáratom, ezt tudom régen is, de hogy gyakorlatilag úgy képzeljétek el, így mész, bedugul, és akkor mintha így valami elkezdené nyomni rohadtul, így, és már annyira, hogy nagyon fáj, és amikor leszálltam, 23 óra 50 perc volt körülbelül, mire újra hallottam a jobb fülemre. Úgy voltam végig a rokonoknál, hogy fél fülre semmit se hallok. Na, hazafelé úton bedugtuk a fülemet fülizével, mi az? Füldugóval. És akkor meg a jobb fülemnél fájt, viszont képzeljétek el, hogy most még ezzel nem hallok teljesen tisztán, de mondjuk 80%-osan. Tehát ha nem lenne az a hülye léghullám, meg ilyen légi szarok a leszállásnál, akkor szeretném, de valami borzalmasan szar. De ez emberfüggő, Janának semmi baja nem volt. Kenyér? Nem. Utálom a leszállást, utálom, én is.
Rágózni kell, legközelebb az lesz. Utána próbálgattam, de annyira nem. Bence, köszönöm a követést. Bence, Tancsa, 1-2-3-4. Sirályokkal vigyázz, mert agresszívak, ha fiókák. Maga a fióka volt egyedül. Jut eszembe, amúgy Dave, rendeltem magamnak egy új fülest, hétvége fele jön, majd dob már egy linket, hogy miért, mert lassan fülest, meg egeret is cserélnem kell. Igen, visszafrendellek mindjárt. És nagyon félek a repüléstől. Attól független, Petra, majd áthívunk magunkhoz, ezt most így live-ba közlöm veled, és majd Janával teszünk egy ajánlatot neked, amit beszéltünk azzal kapcsolatban, és majd átbeszéljük. Janának semmi baja nem volt. Na, akkor első csapatba az biztos, hogy Szabi jön, mert vele megbeszéltem. Bence jöhet, csak hang nélkül, mert úgy van, hogy a tagok lehetnek hangba, hogyha valaki itt előfizet, ugye szeptember van. Mondtátok, hogyha visszajövök, akkor kezdjem el hirdetni, mert akkor már közelebb vagyunk a 10-éhez, úgyhogy most akciósan 20%-kal vagy 25%-tel olcsóban tudtok feliratkozni, úgyhogy ja, például. Megpróbálok dobni linket, csak Emagról rendeltem. Beférsz, persze, persze, és akkor megvan az első csapatunk. Őt nem tudom, hogy kicsoda. Úgyhogy őt így nem tudom beívni. Émi majd, hogyha szeretnél jönni. Várjál, Szabi 2.0, most ez az te vagy a másik is, vagy nem te vagy? Hello! Köszöntök mindenkit, visszaszeszem a régi csapat. Megvan. Várjál, viszont őt addig némítjuk. Pillanat, Szabi. Semmi gond nincsen ezzel, srácok, csak tényleg a tagok meg a barátok szoktak hangba lenni, de minden barátom szinte tag is, úgyhogy vagy YouTube-on, vagy itt Twitch-en. YouTube-on is tessék bekövetni, meg TikTok-on is. Most újra szeptembertől lesznek TikTok-on is vidik. Készítettem már rá, csak még nincs közzétéve. Én most kihagyom, nem baj, nagyon örülök, hogy benéztetek, úgyhogy bármi kérdésetek van nyugodtan, es még gyere, meg Star Stable magyarul majd te is tudsz jönni, kettő kört megyünk ezzel a tímmel, és utána cserélgetünk embert, Szabit nem cserélem. Ennyi. Szabi az olyan, mint egy nagyon ritka Pokémon-tazó, nem cseréled el csak azért, mert lenne másik 30. Ez egy dicséret. Na. Es fent vagy én, vagy nem? Mert akkor viszont jöhet hamarabb a Star Stable magyarul. Mint láthattátok videóban, sikerült még megszereznünk Szabival ezt a skin, de a másik részét még nem. Egeret majd ajánlok egy jót, ami olcsó és minőségi. Dobd át, Émi, mindenképp, mert most már nagyon szerepszik. Ugye, Szabi, mikor itt voltam, akkor is láttad, hogy a görgő része kegyetlen. Ja, és hát kitakarítottam, nem koszos, és nem lett jobb. Ugyanolyan szar. Ja. Hallod? Na. Annyira szenvedtem ezzel a fióknak a visszaszerzésével. Most PS5-ön van végre már, nem PS4-en ragadt, úgyhogy... Aha. Úgy szenvedtem ezzel a fiókkal, mint a... De a lényeg, hogy meglett amúgy. Ez hamarabb is megcsinálhattam volna. Hát figyelj, ami késik, nem siet. Úgyhogy olyan fáradt voltam tegnap, meg még amúgy ma is. De azt mondom, hogy most már jó, azért csak délelőtt is programunk volt, el is késnem. 10-re kellett menni, és ehhez képest 10 óra 8-kor én még nagyba messengeren beszélgettem hívásba, vagy videó, vagy mi az? Előre, mi az? Mikor felmondásba, mindegy. Hangüzenet, köszönöm. Jó, mondom, hogy az agyhalott vagyok, ezt nézzétek el. Holnapra ígérem, kipihenem magam, csak nagyon-nagyon fárasztó volt. Tehát úgy képzeljétek el, hogy Stockholmba bementünk a központig metróval. Na, a metró, gyerekek, az kegyetlen. Tudod mi? A budapesti metró, az egy csillagos ötös. Van két szintos, ciao, adios. Náluk öt szintes a metró. Öt, mész le a -3, -4, onnan megy három irányba. Nagyon-nagyon durván el lehet tévedni lent. Úgyhogy, ja, ilyenek. De viszont ez tök jó, hogy van egy ilyen kártyájuk. Hol van? Ezt megmutathatom, mert már nincsen rajta pénz. Ilyen kártyát használnak, hogy nem úgy, mint mi megveszük a vonaljegyet, hanem kapnak egy ilyen zöld kártyát, és gyakorlatilag erre töltesz pénzt, és amikor megveszed a havi bérleted, onnantól működik, és ki tudod nyitogatni az ajtókat. Azt mondom. Ja. Ami úgy nyílik, nem úgy, mint itthon, hogy így, hanem figyeld, kinyílik, és így csap vissza, hogy így. Mondom, az oda csap, az rendesen fáj. Tehát a végig attól féltem, hogy mikor üt meg. Kb. Átrohantam az ajtókon.
Úgyhogy nagy élmény volt, mondom, az élménybeszámoló videóra tartogatok dolgokat, minden nem mondok el most a live-ba, de voltak furcsa dolgok. Beszéltem angolul is, de de nem szeretek amúgy. De, hát de azért ment. Majd bele kell rázódnom. Alig vártam a mai napot a live miatt. Köszönöm, ez kedves tőled. Akkor Émi esetleg a beteszed a Discordunkra, mert Levente is érdeklődne az egér iránt. Ah, de meg is írtad, nem baj. Tehát, hogy Asus TUF Gaming M3 Gen 2. Hát ez olyan, mint hogy hát összeadnánk a... nem tudom. Fölé varjózós elegem van egy nem tudom hány éve. Aha. Figyeljetek, most mi még most kezdjük, azt mondom, megyünk minél messzebb, oda megyünk. Most még nem küldizünk majd a következő körbe. Oké, oké, köszi, Émi, meg fogom nézni. Illetve DC csoport, nem sokára indul egy új DC csoport, de ezt majd ki fogom fejteni videóba, hogy miért és hogyan. Addig be lehet jönni a másikra, de kicsit feleslegesnek gondolom, de egy próbát megér. Én lehet próbálom, na. Se baj. Aztán kinek hogy teltek a napok, ugye körülbelül egy ilyen 4-5 nap telt át, 4 nap. Gondoltam rátok, hogy soknak suli munka, stb. Bátegesen. Vagy még azért pihenősebb volt ez az első hét, nem mindenhol. Mennyit kell tanulni a diákokat kérdezem holnapra pölő hétfőre? Kemény a hétfő? Nem kemény? Most még nem volt annyi minden? Kezdhetek 0. órával. Ó, azt mondta, arra emlékeztem a hétfőből. Kitartás. Igen. 0. óra, let's go. Műszaki rajz, jipi, nem várom. Mondjuk én nekem az sose volt, mert ugye én nem olyat tanultam, hogy műszaki rajz, de én nekem a sima rajzom is olyan csúnya. Hát láttátok a Gartic fomba mit tudok, ta? Az a valóságban is úgy rajzolok. Ott egy ember! Nem jó ez a fegyver! Gyertek! Jó, ez megvan, de lőttek rám a társai. Minusz egy. Hello a lobbiba. Kaptam egy kis lagot. Hello. Csókolom. Gondolom azért már sokan vannak. Lehet. Hello. Bocsánat, hogy lecsárkányozom, csak nagyon szar fegyóm van. Hol vagy? Gyere. Na, beindultunk, gyerekek. Hát én innen leesek, így fegyőt hallgatjunk a fele. Hát ez ilyen. Úgyhogy ezt nem is nekünk próbáljuk. Igazából nincs első óránk, de viszont 7 óránk lesz sajnos. Sokaknak van hétfőn 7 órája. Hello, most végeztem a tanulással, ha bár még van tanulni való, de kicsit pihenek. Ó, Kamilla, az kemény vagy Kiara, és akkor nektek már annyi tanulni valót adtak első hétre. Mondjuk olyat is hallottam, hogy valaki már jövő héten dogát ír. Ilyen felmérőt, hogy melyik csoportba kerüljön nyelvből, erősebb vagy gyengébb. Mondjuk azt velünk is írattak. Igen, én az elsőjét várom munkahelyváltás miatt. Már elsője, ott már letelik Petra, én meg azt hittem, hogy még van egy hónapot, tök király. Hát figyelj, gyorsan eljön ám, már mindjárt 10-e van. Így is lehet nézni, hogy nagyon repülnek a napok, azt még most zártuk, most volt a nyárzáró forti, nem azért, mert ma tettem közzé, de hogy tényleg. Azt amúgy hamarabb akartam kidobni, csak képzeljétek el, elfelejtettem, hogy ott van. Hogy így kitettem minden utána levőt, és most nézem, nyárzáró forti még kín sincs. Hát akkor mondom, segítünk rajta. Amúgy olyan fuga, hogy konkrétan 3 hete volt az, hogy drága lunát elhoztuk a menhelyre. És hogy tényleg... Emberek! Ja, látom, Szabi már pont ölöd. Hogy hihetetlen. Na igen! És amúgy hogy viselkedik? Sikerült nevelgetni? Hát, majd megy kutyasuliba lassan, de amúgy viselkedik. Hoppá, valaki lő rám, de ki a fene? Az újaknak mondom, hogy én nem vagyok profi játékos, én hobbi Fortnite játékos vagyok, mert nagyon szeretem. Tehát, hogy egész nyugisan el van. Hello, Bence. Jön, megy.
kint is totálisan el van, meg ugye most kitettük, meg hát jobb kint neki, mivel hidegebb van este. Próbáljunk együtt maradni, srácok, majd álljunk meg, mert mindjárt olvasok chatet. Aztán így láttam, hogy írtál, de arra most nincs időm elolvasni még. Jó, oké. Bocsi, csak azt inkább két meccs közt tudnám. Hobbi játékos Frodo, igen, nekem jó, mert hétfőtől szerdáig 7 órán van, és csak csütörtökön van 8, az jó. 7 óra és még jobb, mint 13 óra. Hát ez biztos. Lesz kiskutyánk, fekete fiú, tacskó október elején, és már van névötleted, Pati? Tesom, múltkor Stumble Guys Packet, Miskolc X-Mess. Ja, tesód a Miskolcra, emlékszek. Hogy volt nézőnk TikTokon elég sokszor, emlékszem. Úgyhogy tényleg erész jól viseli. Na, az a lényeg. Szeret itt lenni. Mindjárt elolvasom egy pillanat, közben csatornapontokat mindenki váltogassa, mert majd hasznos lesz. Na. Igen, igen, azt látom. Na, aki szeretne a kocsiba beszállni, beszállt, és megyünk beljebb egy picit mondjuk oda. Oké. Okay. Ja, ez csak két személyes mi. Jó lenne, ha kiütnétek ezt a cuccot, már így nem bírunk tovább menni. Szülőnapomon akarok venni magamnak egy switchet. Na, tök jó, Pati. Köszi Petra a chati pontokat. Köszi, hogy kiütötted, Görcs. Most arra hirtelen nem ugrik be, Pati, hogy mikor van a szülőnapod, de úgy emlékszek, hogy ősszel. És Switch Lite-ba gondolkozó, vagy rendes, simas Switch-be? Mert ugye van két különböző is. November 1. Hát ez határeset. Az majdnem ősz! Majd nem, az ősz is, jól mondom. Mondom, hogy ma meghalt az agyam. Azt a kocsit én elloknám. Melyiket? Hol láttál te kocsit? Hát akkor hozzad. Az még ősz. Lightot? Dave-nek annyi barátja, hogy nehezen telt a fejbe a szület. Az igaz. Meg a családét is elfelejtem, ne viccelj már. Sajátomat azt nem. Meg jön el itt nyilván. Honnan lősz? Azt nézem én is, hogy hol lőnek. Itt van egy squad. Ó, látom. Point. Valaki valahol arra, aha, ott. Halt. Kapta a 20-akat, de a David szarrá lövik. Nem működik, bagos! Na végre, hogy kitette. Honnan lősz? Honnan? Oké, egyet nokkoltam. Engem is nokkoltak. Help! Gyere ide! Szabad. Itt vagyok, Szabi. Au, vigyázzatok. Az is van. Itt baj van lent. Te maradtál, és... Ajjajajajaj. Nem baj, bemelegítésnek jó volt. Na, megyünk még egy kört, és akkor utána... már is mondom, majd Star Stable magyarul, te szeretnél jönni, vagy van, aki még szintén majd szeretne, ezt azért közben megkérdezem. Jó, dobjunk össze egy random lokert. Tökéletes és go. Következőnél lesz csapatcsere, és akkor majd Ash meg Szabi maradtok, mert ugye nyilván aki tag az ennyi előnyt élvez, hogy őket később cseréljük le. Oké, John.
Meglátjuk, figyelj, lehet, hogy 10 percnél hosszabb lesz a meccsünk, ha minden jól megy. Az a cél. Hogy ne essünk ki egyből. Hello, jégszív, mi újság? Egy picit bugos a Twitch-en. Nem látom se a chatet, se semmit. Nekem néha a chat szokott bugolni. Igen. Meg vagyunk 20-an és azt írja, hogy vagyunk 4-en. Gratulálok. Semmi kül. Hát az nem sok. Meg most nem is olyan hosszan lesz a live, mert ugye jön a most programom van, és addig leszek, ameddig hazaért beszélhetek. Csak tagok beszélhetnek, itt sajnos nem. Plusz csiripelték a magyarok, madarak, hogy elég csúnyán beszélsz, úgyhogy kérlek, ne beszélj csúnyán, attól függetlenül, hogy én lenémítottalak, köszönöm. Aki csúnyán beszél, az ki lesz bannolva. Ez ilyen. Felejtettél már, hogy szabadságra voltál kiírva, és kiment a fejedből, hogy be se kellett volna menned? Olyan? Nem. Iskolában volt, hogy azt hittem van nulladikon, bementem és nem volt. Bementél úgy munkába, hogy szabad napod volt? Nem mondod. Velem is volt már ilyen gyakorlaton, hogy bementem úgy, hogy nem is kellett volna bemennem. Gyakorlatnál volt nekem is olyan, hogy aznap nem is kellett, és ugyanúgy bementem reggel hétre. Oké. Elimináljunk Doom-okat, megyünk oda. Oké. Beződült. De figyelj, inkább ez legyen, hogy bemész feleslegesen, mint hogy amikor be kell menni, nem mész be. az nagyobb baj. Én is azt mondom. Jaj, de erősen lenyomtam a B betűt. Meg nem is tudom melyik szünetben. Még volt egy vagy két napom, és mamám meg tökre azt hitte, hogy már mennem kell másnap. Én meg mondtam nekik, hogy nem kell mennem, mert csak utána megyek. Most néztem, hogy FNC és aranyozott busz van. Én azt tudom, hogy holnap leszek, itt leszek veletek délután, ugyanígy szerintem 3 óra utántól. Hogy mi lesz, azt még egyrészt felesleges kérdezni, mert én se tudom. Majd kitalálom, ugye hétköznap főleg sztoris játékok lesznek, és közösségi az hétvégén. Azért mindenki tudjon tanulni, de tanulás mellett azért ki tudjon kapcsolódni, és benézni a live-ba, meg ilyenek. Úgyhogy még megálmodom, hogy mit folytatok holnap, vagy kezdek el. Az új Star Wars-é fáj a szívem, hogy olyan retek drága, mert láttam belőle live-ot, de még várok egy picike akciót rá. Pénteken elkezdtem teljesen újra unitozni, rankedeztem és felnyomtam Expert Class 2-re. Szép! Bejött már az új passz, vagy még nem? Most a nyaralás közben nem néztem rá Unite-ra őszintén, de az előzőt azt kivittem. Nem sikerült beszállnom a kastélyig, úgyhogy futok befele. Futok, mint a tej, amikor odaig. Én is futok már. Egyszer lehet, hogy ingyenessé teszik egy hétre. Ahhoz túl drága játék, meg új, nem fogják közeljövőbe. Ezer éve nem unite-ozott a Pati. Hát figyelj, én se tartottam Unite Live-ot, Baxinál unite-oztam. De majd az új izébe tervben van, ha bejön az új passz. Meg majd esetleg, hogy nem tudom, Connie is unite-ozik, vagy unite-ozott, mintha egyszer úgy emlékeznék, hogy egyszer, mintha unite-oztunk volna hároman, de nem biztos. Hát ez hülyeség volt, meg fogok dögleni, rámentem egy NPC-re. Úgyhogy nincs fegyóm. Gratulálok magamnak.
Nagyon vissza kell rázódnom, srácok. Hatalmas hülyeségeket csinálok. Bam. Ezt érzem meg. Valaki hozzon nekem kéket vagy valamit. Büdös. Na. Ott van élet. Hello, Koni! Pont most kérdeztem, na majd akkor valamikor beizítunk egy jó United-ot is, meg ugye most már megint kéne fazmoznunk is valamelyik hétvégén. Ó, az Optimus Prime! Jaj! Mit várt a közösség, John? Egy picit lemaradtam. Valaki meghalt. Én. Oh-oh. Rám jött az Optimus Prime skin. Ja, Star Wars, és mi lett vele? Nem, még nem volt itt, nem tudtam elolvasni. El lett rontva az optimalizálás, de hát azt tudod, hogy időben majd javítgatják úgyis. Lehet, hogy kezdésre nem volt. Jó, hol üti ez a hülye gyerek a valamit? Mert mindjárt leütöm. Ja, itt fent volt valami. Aha. Ó, legalább egy dúmos cucc meg lett. Köszönöm szépen. Jó a kis. Na, király. Köszönöm. Hogy vagyok? Köszönöm, jó, jó volt, nagyon nyaralás feltöltött. Jó, hogy nagy a gép igénye. Hát, ezt szed. Mondjuk új játék. Nem bírok kiugrani. Valaki már lövi a botot. Ja, te lövöd? Mindjárt jövök le. Na most már jövök hozzátok. Addig is srácok, hogyha valaki szeretne támogatni, csírekkel, bitekkel, illetve tagsággal és tagságajándékkal tudtok. Köszi, köszi. Mire odaérek, megölik, de nem baj. Hoppá, másik team. Vagy csak botok. Jaj, de megijedtem a sikolytól. Köszi, Kiara. Aha, izé, robotkák. Ja, tényleg menni kell, mert itt a vihar. Igen, azt mondtam, hogy itt jön a kör. Nem hallottunk, mert nagyon messze vagy. Hát itt van a fülem, de... Most nagyon szar lett a hangod, akkor fogalmazok kicsit nyersebben. Valamit egyik pillanatra a másikra, mintha átkapcsoltál volna egy ilyen 90-es évekbeli gagyi fülesre. A Ubisoft játékaira nem érdemes megvenni, olcsóbb előfizetni. Igen, de hát én ugye nem egyszerre játszom ki, nekem az nagyon sok szó 18 euró lenne. Nekem lehet, hogy fél év, lásd a izé Hogwartsot meg ilyeneket. Számolt ki, hogy 6 szó 18 euró az nekem megéri-e, nem feltétlen. És elmentem a ház másik felébe beszélgetni. Mondom, Pati, hogy olyan lett a hang. Szegény, de reméljük nem romlik el az új füles. Hát mondjuk egy tesztelésre jogos. Bemérteni, majd visszanézed a live-ot, mikor kiteszem. Mert még most vetted nemrég a füles, azért csodálkozok. Vagy próbáld meg, hogy kihúzod, meg visszadugod. Ez még nőni füles. Ja. Az vagy... majd csak hétvégre. De nem most vettél új mikrofont, vagy valami volt? De most nincsen fülesem. Ja. Akkor csak nem tudom, de az elején sokkal jobb volt. Szabi, itt vagy közben? Természetesen. Oda próbáljunk meg bemenni. Csak annyira csendben vagy, hogy meglepődtem. Hát,
nem véletlen. Oké, okay, oké. Okay. Nem baj, Koni. Én is ezen kezdtem meg gondolkozni így hirtelen. De kövi meccsben akkor aktívabb leszel? Ha jól értem. Tőlem kérdezed? Aha. Lehetek. Oké. Okay. I guess. Most már aránylag jobban hallok. Mert ilyenkor úgy kell képzelnem, hogy repülés után, hogy így mindig ilyen kis, mint ilyen kis pukkanások, és egyre jobban újra visszakapod a hallásod. De idegesítő. Úgyhogy én amúgy inkább maradnék a hajónál, meg a vonatnál, de hát nem mindenhova lehet úgy kijutni gyorsan, mert gyakorlatilag amúgy itt Svédországban 2,5 óra alatt kiértünk. Meg késésben volt a gép, ilyen 30 perc késésben, és úgy begyorsítottak meg minden, hogy 5 perc késés lett csak. Az nagyon jó. Viszontlátásra. Szia Zoé! Lemaradtál beszámolóról az elején, majd kérlek az első 15 percet nézd vissza. Csak azért, mert nem szeretném az egész monológom megismételni, ne haragudj. Hát ha lehetne Twitch-en visszanézni, még mindig. Majd vissza lehet, amikor vége van. Ja, majd akkor. De VOD-ba majd amúgy igyekszem kirakni. Az a terv, hogyha utolértük magunkat, nem szeretsz repülni? Maradjunk abban, hogy nem. A leszállás miatt nem. De amúgy meg rohadt szép föntről a felhők fölött, meg a felhők között mikor mentünk, majd látni fogtok képeket, meg videókat, mert azt is csináltunk, de a leszállás miatt nem. És te hogy vagy, Zoé, mi újság? Majd tudsz jönni játszani, azért mondom, most ilyen 3-4 körre számolok összesen, vagy max 5, mert most amíg Janának van programja. Úgyhogy ezutániban jön majd Star Stable magyarul. Utána John. Aha, ott vannak fenn. Várjál, ezt felszaladok. Csak nem szed le, úgy mi. Dehogy szed le, hát mit gondolunk? Végre lecseréltem a szürke fegyverem, nagyon szar fegyvereim vannak ebbe a körbe. Te jó ég. Miért nem csinálod, hogy ahogyan vége lesz a streamnek, automatikusan elkezdi feltölteni a YouTube-ra? Szoktam, de utána még nekem ugye be kell hashtagelni, be kell írni a címkéket, meg minden, az automatán nem csinálja meg. Azért, mert az nekem plusz 10 perc munka. És nem egyből van fent, hanem van, hogy eltelt, volt olyan stream, eltelt egy ilyen 15-20 perc, mire felrakta, és nem mindig vagyok gépnél. Meg először most ugye még a nyáriak menjenek ki, például még a Szabival a tier list az még hátra van, arra emlékszem. És akkor utána majd, mikor utoléri, akkor mindig aznap megy ki majd utána ez a terv. Csak most direkt nyáról hagytam dolgokat, hogy ne legyetek üres járaton, ne legyen üres nap videó vagy VOD nélkül. De úgy szoktam amúgy. Na még Doomstadtba is pont be tudunk jönni. Ez bekocsikázik. Igen, meg az szokott lenni a másik, hogy amikor dolgozok, akkor ütemezem be. Tehát most is úgy lesz, hogy például mondok egy példát, mondjuk holnap lesz live, kedden dolgozok, akkor nyilván a holnapi kedden megy, de mikor szerdán és csütörtökön is lesz live, akkor nyilván nem akkor fogom kitenni egyből, tehát hogy próbálom így beosztani. Nem tudom, mi van a YouTube-ban, hogy
időbe kapom az értesítőt. Amúgy most nekem is az időbe küldtem, azért figyelgettem a workshopról, mikor kiraktam, hogy mente értesítő, és aránylag tök gyorsan, pontosan küldte nekem is. Egy-egy perc szokott lenni eltérés, hát van egy kiteszem, és másfél perc múlva indul, hogy új videó. De a lényeg, hogy működik. Jobban, mint legutóbb. Valamerre majd mehetünk be ide, miért is jöttünk? A feladat miatt. Eliminate players. Hát az most nem fogok. Mert nincsen itt az ember. Akkor mehetünk is majd. Jó. Vagy kocsival es, mert akkor beszállok. És akkor... hát Green Gate, viszont ott lesznek ugye... mik azok, várjál, medálosok. Így van. Már mindenki elmenekült. Most nem találtunk jetpack-et, kiszedték? Vagy volt valami most? Mert egyet nem találtam. Én találtam. Ja, akkor csak nem találtam, meg kesztyűt se találtunk. Akkor nem szedték ki, csak szokásosan nem találtunk semmit. Én egyet fölvettem, meg egyet kiadom. Uh-huh. Oké. Okay. Gondolom azt semmi sem. Nekem nem időbe adja az értesítéseket, nem tudom az mitől lehet. Meg volt Phoenix is, mondta, hogy ő se kap a Twitchről értesítést, pedig elvileg a Twitch nekem eddig mindig kiküldte. Megszomjasztom. Megóbe. Aha, ott már megy a harc. Kocsi elengedve, hagyj higgyék, hogy ott vagyok. Megyünk támadni. Nem tudom, miért nem kap Star Stable, én kapok a modis fiókommal. Kapja. Hajrá, Szabi. Nice. És végre. Na, visszaáll a világrendje. Itt valak meg. Opa. Megvan. Nice. Szép volt. Hol vagytok? Es, állj meg. Szívesen. Á, jó gondoltad, hogy ma Forti Live lesz. Hogyha szeretnéd tudni, és mondjuk megcsapatod a tagságot, vagy kapsz ajándékba Star Stable, akkor tudni fogod. Bár majd keresek egy ilyen felületet is, hogy Twitch-en hogy lehetne elküldeni, vagy kiírni a tagoknak, mert YouTube-on ki tudom. Hoppá, ember! Ember! Ó, megvan, ő volt az utolsó, szép! GG. Szép volt, gyerekek, GG. Ezen meglepődtem. Akkor most jöhetnek a viccelek. Nagyon szép munka volt. Szép összjáték. Bam, bam. Á, jó ez a háttér. Na, miket kaptunk? Legóba kaptunk Doomos cuccokat. Ezeket oldottuk fel. Köszi szépen, hogy jöttél játszani. Na, Star Stable magyarul.
Joinoy Léci Star Stable magyarul. Jaj. Meg Ash, megkérlek, hogy cserélj helyet a Johnnal, jó? Hogy tudjon ő is jönni. Köszi neked is, Ash, hogy voltál. Nem tudom, hogy még tudsz-e jönni, mert tényleg attól függ, hogy hogy lesz időm. Stream Element, Streamlabs bottal, ezt majd írd már meg Amy nekem. Így is mindig, köszönöm, hogy mindig segítesz mindenbe. John, bár pont szólóban van, de nem tudom, hogy tud-e jönni, ja, tud? Akkor addig eszek jó étvágyat. Hello, hello. Valaki nagyon liheget. Én vagyok, bocsok. Ja. Semmi kiégtem, majd stream után mondom. Jó, nyugodtan. Na, ó, hát figyeljé, Thor. Ugye ez a, bátor. Na go. Mehetünk. Ja, úgyhogy még annyi cuccunk volt, amit ettem ma. Ma nagyon egészségtelen reggeliztem, chipszel. Meg cukrot. De ebédre rendes, normális kaját ettünk, Milánó, itt sok sajta. Chipszer, az igen. Ugye? Hát ettem egy kis Pringles, egy kis mogyorós chipset, egy kis nem tudom mit. Nem, meg egy kis sajtos, akármit, amit nem spoilerezek le, hogy micsoda, de elég furi, na mindegy. Nem volt időn, későn keltünk, és menni kellett itthonról. Nyilván üres hűtőből nehéz bármit gazdálkodni, mert nyilván azért a romlandó kajákat meg mindent megettünk, mielőtt elmentünk, és még csak utána tudtunk bevásárolni délután. De az megvolt, úgyhogy most fel van töltve végre újra a hűtő. Jönnek a rendes, normális kaják. Na mesélj, John, mi volt? Bementél úgy, hogy nem dolgoztál? Ki voltam így, pedig két nap szabadság, amivel nem tudtam. És bementél? Délelőtt vagy délután legalább? Most mondd mellett, a betöltésnél nem hallottad. Na. Nyugodtan rakok fel a szerszámot, hozzájön a főnököm. Szervusz, szökültem, te mit keresel itt? Aztán így kérdővel ez, hogy nézzem rá, hogy miről beszél, azt mondja, nem tudsz róla, hogy két nap aki vagy így rosszabb, vagy csak mondom, ez képtelenség. Ne. Megnézzük a rendszerbe, tényleg ki a két nap szabadságra. És hazaküldött, vagy ledolgoztad? Dehogy is, ki lett erről az atletíra. Ja, és akkor ezután lesz plusz két napod? Azt mondtam neked izei privátban, plusz két napot. Ja, azt nem tudtam, hogy ahhoz kapcsolódóan. Azt hittem, hogy csak amúgy. Nem, úgyhogy alapból be lett írva valóban. Jó van, én kedden tudom majd megnézni a beosztást leghamarabb. Jézik, azt a szexuális látom. Oké. Szép ez az aranyozott busz, bár nem illik a kékhez. Szerintem annyira. Nekem meg furcsa. Na, most nézem, hetesek. 27, 37, 12. Csak az kitakarja ezzel a szinteket, mondtam. Nekem ezt hamarosan mennem kell, mert elmegyünk a Mekibe. Oké, jó Mekizést, és köszi, hogy benéztél, még várlak majd ki arra, hogyha még tart a live. Ha meg nem, akkor YouTube-on úgyis lesz visszanézhető tartalom, holnap pedig újra jövünk így ilyen 3 óra után. Kinti Meki is érdekes, majd arról is mesélek külön. Például nem lehet egészségtelen üccsit venni a gyerekeknek. Nem lehet kólát, fantát, meg ilyeneket. Hát ez felháborító. Ugye? Tudod, mit kapsz a Happy Mealhez? Na, mit kapsz? Tejet! Mi a... Nem szóltam. Igen. Bocsánat. Amúgy a másik opció az az. Tej, alma, juice, meg narancslé. Ez a három. Ebből lehet választani egyet. Mit ütögetsz, hülye gyerek? Már valaki elkezdett ütögetni. Oké, megnézem majd es. Az például tök érdekes, meg hogy még itthon mondjuk kapsz egy kubut a Happy Mealhez, ott ahelyett kötelezően választható az alma vagy a répa. De nincsen B, C opció. Alma vagy répa kötelezően kapsz.
Hát figyelj, az mondjuk tök jó, hogy egészségesen próbálják tartani a gyereket. Ja igen, egy elhízott svéd gyereket se láttunk, és felnőttet se. Teljesen más országok. Persze. Hoppá, hülye madár, neki ment az ablakomnak. Csak egy galamb. Mész innen? Várjál, éppen le kell lőrnem a botot. Menj innen, madár! Elment. Bekopogott egy galam. Péntek lesz a legjobb nap, péntek 13. Ha aznap nem dolgoznék, mondanám, hogy tartok egy horror live-ot, de dolgozok. Spoiler. Folytathatnánk azt a játékot, you know. Jaja. A Bandit? Jajajajaja. Tetszett? Mert csak amúgy ráérős vagyok. Én dolgozok! Tudom. De majd priváton beszélünk, mert valamikor folytathatjuk, már amúgy tetszett. Jó. Inkább még most, mikor nincs annyi tanulnivaló. Vannak házik, úgyhogy... Már első héten? Hát, 11. osztály. Mit mondjak. Ja, mondjuk igen. Aztán meg izé... Lövik a D-be! Hunnan lő? Hátulról. Arturo hátulról. Hát én így jövő héten izé egy dolgozatot fogunk élni, úgyhogy fantasztikus lesz. Nem látok, nem tudok elmászni tőled. Szóval jól kezdjük az évet. Az jó, de ilyen színfelmérő vagy már rendes új tananyag? Nem, lehet van ismétlő, de legfőképpen új anyag lesz. Aha. Hála Istennek legalább. Gyertek ide, akinek nincsen teljes shieldje. De nem ilyen alapokat tanulunk, hanem végre valami normálisakat is. Na. Meg tudok ülni. Hát ez aztán rohadt hasznos volt. Arra kérlek, hogy próbáljuk majd együtt maradni, de nagyjából ezzel nem volt gond. Hát csak körülnézzük, hogy van-e még emberke. Oksi. Hát, elvileg van. Van? Hol? Hallottam lövést, nem tudom merre. Ó, te nem, már tudsz repkedni. Helyes, helyes. Bro mondja helyes. Hát a repülés az jó a játékban. Meg... Ilyen megtanítva a kapitán, I mean. Ja. Ja. Okay. Az nem kell. Ja, openeznem kell cseszteket, tényleg még az maradt. Az én voltam, igen. Köszi a raidet! Nix, üdvözöllek, Nix 23 és 18 fő. Hello, hello mindenki. Köszönöm szépen. Üdvözletem. Hello, hello Kristó. Hello Noel. Hello, mindenkit üdvözlök. Az újaknak mondom, hogy igazából én hobbi játékos vagyok Fortiba, de duóban nagyon tudunk, csak azt nem live-ba szoktam. És hogy üdvözlök mindenkit, több sztoris játék is van nálam, közösségi gémek, mit játszottatok Nix, illetve hogy ment, hogy éreztétek magatokat. Én most értem vissza Stockholmból, ott voltunk nyaralni a feleségemmel, és így gyakorlatilag arról mesélgetek, meg meséltem, meg ilyesmi. Úgyhogy üdvözlök minden új embert. Nagyon megleptél, mert nem számoltam ma raidre, de köszönöm. Na, lassan mehetünk majd beljebb. Gúzgúzdák volt, azt már nálunk is nagyon érik, meg kérték többen is. Ez nem ilyen streamer izé, hogy sokan kérték, hanem tényleg konkrétan a modjaim egy része is kérte. Valamikor tényleg elő kell csapatni újra a gúzgúzdákot, és hogy ment, én nagyon-nagyon rossz áruló szoktam benne lenni, de Dodót azt nagyon szeretem, meg úgy emlékszek, hogy Szabi is jó Dodó volt, legalábbis nekem az rémlik, meg Pelikán, a Pati volt jó Pelikán. Az a kettő kedvencem, a Dodó meg a Pelikán. Na, Bloodwatcher, mit Ja, igen. Úgyhogy az valami, jó, hogy eszembe juttattad, mert még a live menetrendet majd ezután fogom megírni jövő hétre. Ha a hétvégén úgy alakul, lehet, hogy beteszek egyet. Nem rossz ötlet. Bár Among Us-on is gondolkoztunk, mert az is rég volt, de ott még új pályát nem hoztak, amit ígértek. Nekem telekinetikus, imádok messziről gyilkolni. Jaj, Petra! Meg a Petra hány szó volt meggyanúsítva, amikor semmi köze nem volt hozzá. Azért igen. Nem, hát is Among Us-on.
ez ilyen, meg majd rá fogok nézni, Nix, hogy te milyen live-okat szoktál tartani, mindjárt modis fiókomról majd bekövetlek. Tényleg, gúz-gúz. Azóta sok update volt, azt tudom mióta nem toltuk, mert szerintem nyáron kimaradt a gúz. Úgy emlékszek, hogy tavasszal gúzoztunk utoljára. Jó, hogy eszembe jutottad. Én egyszer voltam Dodó, azt hiszem. Jaja, azt ritkán adogatta, meg mindig elvitte más, mert azt szoktuk játszani, ahol választható. Pelikánként még nehéz volt. A galamb is nehéz, amikor szét kell tüsszögni a másikat, de azért annak is megvolt a maga feelingje. Hoppá, repülünk egyet. Hogy állunk? Tök jó haladtunk, csak az open chest maradt. Nagyon jó, pedig nem is volt betervezve, hogy ezzel ma végzünk. Starstable magyarul kocsikáztat. Igen. De meglepő mód. Aztán néztem, hogy nem is tudom, két nap múlva jönnek heti questek. Megint bejött a séta bug, nem hiszem el. Na végre. Ja. Én meg izém, mi az, mert most ezen az a konton, miután visszaszereztem. A kifalma az maradék kettő ingyenes feedbackot, meg tudom menni a BP-t, úgyhogy... De király, akkor előtte Mongoofta kötőjel Dove, és tökéletes. Yes. Tök jó. És akkor ezen vannak a régi skinjeid? Mert most lemaradtam. Hozom majd valami nagyon régit, amit vártál, hogy visszaszerezz a kövi körre. Kratos, és a csákánya megvan. Yes. Ezen rajta van a Kratos neked? Aha, megvan. Azt tényleg nagyon vártad, és nem is hozták vissza. Ez a sétabág valami idegörlő, hogy nem tudok futkározni. Most azon gondolkozom, hogy hagyjam ott azt a fiókot, ami most van, az újabbik, vagy ezen ezt hagyjam ott, mert most van különbség, hogy 6 paszt hagytam ki. Úgy és amúgy az, amit beszéltünk, az összevonásos, az nem opció? Nem opció, kivették. Tehát ezt próbáltam. Tehát, hogy... Még akkor is, ha be is írod, Axozannak ki fogják jelentkeztetni a fiókodból. Vissza lehet elvileg beteg, ki fognak jelentkeztetni téged. Hát ez nagyon nehéz. Én azt mondom, hogy átgondolnám, hogy melyiken mennyi minden van. Ez nehéz, mert ezen nyilván régebbi cuccok vannak, a másikon meg újabbak, de figyelj! Max, igen? Ami sajnálni tudok, az mostani chapter 5-ös passzok, az OG season, meg a... Igen. A Rablo season, tehát az jungle season kivételében minden passz sajnálok annyi. Hát igen, viszont tudod, jövőre elvileg behozzák, vagy idén évvége felé, hogy majd újra bekerülnek Battle Pass-es cuccok, és azokat meg tudod hozzávenni, ja, legtöbb skin. De az újak, igen, de igen. Ami ebben a season-től kezdődik. Ja, hogy előzőeket nem. Nem, ott nem, harcolnak. Az is te ebben van. Azokat valamit át akartak adni, a banántól akart venni, tényleg az egyik az banán, én meg azt hittem, hogy pacsiznak. Mindegy, amúgy örülök neki, hogy játszottak PS5-en is most már, úgyhogy ja. Meg örülök, hogy visszaszerezted, azért ez tök jó. Hallod? Én meg a célzás. Megcsinálhattam volna hamarabb is, tehát ha eszembe jutott volna hamarabb, akkor... De egyetértek amúgy a Zoéval, hogy én is a régit választanám, mert hogy a BP-t... De most a Szabi most mondta, hogy elvileg ezeket nem hozzák be, csak az újakat. Tehát de volt, aki mondta, hogy a Darth Vader is be lesz, tehát én úgy tudom, hogy behozzák azokat is. Hát mert a kollabos skinek. Ja, hogy a kollabosokat, igen. Engem mellettek a kollabos, de őszintén én ez a véleményem, tehát a Fortnite most meg akarja szinteni az összes exkluzív cuccokat, ami nem értem, mert azért néha jó, ha van valami ritka cucc, és senkinek nincs. Persze, meg úgy motivált voltam, amikor behozták 1000 nappal később, hogy megvegyem. Ja. De most őszintén én már ebben nem tudok beleszólni. Hozzák vissza nyugodtan, ha azt csinálnak, amit akarnak. Tehát most persze. Nem tudok ebbe beleszólni. Meg hát figyelj, ameddig ki tudod farmolni mindkettőre a BP-t, úgyis játszunk annyit, mert én lassú vagyok és béna. De hát, meg, figyelj, hogy most simán ez elég kitoljuk őket. Érted, mert most amióta visszaszereztem a fiókomat, hozzá sem nyúltam a másikhoz. Akkor vegyesen kell, mert például a fesztivált is majd toljuk, mert live-on kívül szoktunk fesztiválozni, én ezt gyűjtöm. Figyelj, én azt mondom, hogy ki tudod farmolni, és most nagyon gyorsan adja az XP-t, lehet, hogy azt mondanám, hogy érdemes még mindkettővel foglalkozni. Figyelj, úgy vagyok 38, hogy minden megvan. Szóval... Aha. Hát kivétel a sztorik, de azokat nem nagyon csináltam. De hát az is sokat ad hozzá, az még egy 5-6 szint. Ja, de sőt, 10. Még part 1-en vagyok. Azért mondom, hogy emlékezz vissza, hogy nekem is hogy felmen 40-ig. Minden meg lesz. Tehát... De tök jó, hogy visszaszerezted, azért ez is egy jó példa, hogy elhangzik, hogy vannak ilyenek.
Hát figyelj, kínos beszélgetés volt a PS supporta, de arról nem beszélünk. Jó, persze, nyilván. Majdnem, jaj! Na igen, viszont csak az új karidon vannak a fesztiválszkinek, ez jós. De nem minden fesztiválos passzol volt meg a Szabinak, nem? Nem is vettem fesztiválpasszt egyáltalán. Ja, te nem vetted, csak játszottad velem. Csak játszottam, amit kivittem, az az előző meg a biliárd is. Ja, hát akkor nem kérdés annyira. Hát nem nagyon izgat, max ami a Billie Eilish skin megvetem a shopos. Na hát igen, de azt úgyis visszahozzák, a Billie Eilish csomószor vissza fogják hozni. Persze, azért nem aggódok. Azért mondom, láttuk, hogy a Lady Gaga meg a Weeknd is hányszor visszajött. Mert ugye azon gondolkozok, akkor most melyik legyen free to play, melyik legyen arra, amit költök. Tehát érted, most azon gondolkozok, mert mindkettőre biztos nem költenek, mert akkor az pénzpozallás. Meg figyelj, attól függetlenül nem kell most azonnal döntened. Persze. Ja, ezek ilyen nehéz ide. Dolgok, igen, ez olyan, hogy tudjátok, hogy nekem is van kettő SSO karakterem, amin rajta van a korlátlan cucc, és nem is használom. Nem is, azt majd valamikor valakinek elpasszoljuk. Lövöm. Igazából majd, hogyha lesz egy kislányom, vagy kisfiam, aki szereti a lovakat, és még lesz az SSO, majd neki adom a fiókot. Lesz rajta addigra neki 20-30 ezer SC. Ez szép volt. Szabi, egyikkel farmold a V-Buckot a másikhoz. Hát... Amúgy nem rossz ötlet. Lenne, bár BP-ből simán ki tudnám farmolni. Várjál, itt vannak mögöttünk. Itt egy egész team, vigyázzatok. Ez annyira célos, hogy ő se tud lőni, meg a Dave se. Kapja. Oké, az meg van nokkolva. Kis nok. Kis vuk. Na mindegy, az a lényeg, hogy most megvan. Tehát annak örülök. Szép. Mert egy GG. Hello, Boti. Na majd el kell nézzem a lokkát, mert ezen is azért van egy pászkén. Én is kíváncsi leszek a lokkeredre, csak úgy mondom, majd mutogathatsz nekem live-on kívül. Valamelyik nap összeegyeztetünk és megnézem. Bet. Fél, van ilyen 163 skin. Az szép. Tehát össze tudom volni, majdnem 400 skin. Zoe is szeretném megnézni, Szabi. Ajaj. Ő elsőbséget élvez, mert lány. Akkor mikor jössz? Akkor inkább így kérdezzük, mert nagyon nem láttalak ebbe a seasonbe játszani. Most jössz, Zoe? Játszani majd? Tényleg? Jössz. Akkor is, ha benne van a Doom, mint a noszként. Tegalog, csináltam képeket amúgy. Hagy öljen meg, léci Szabi, mert kell még ezzel ője. Nem jó, jaj, elmászik. Azom. Köszi. Mondom, jó, megvan a küldi, köszönöm, csak ez volt a feladat. Játszottunk egy nap, és akkor így átváltoztam Dr. Doom-mal, és akkor olyan volt, mint a régi Thanos. Ó. Olyan erős, mint a... 14%-es. Arra mondjuk kíváncsi vagyok, mert nem sikerült ugye a videó felvételünkben megnézni. Hát már akkor 5%-es volt, hogy a sziget leszponnoljon. Ja, nem tud most a Zoe jönni, de majd valamikor live-on kívül egyeztetünk. Jó. Olyan jókat mentünk itt jóba. Igen, amúgy a barátaink, ezért szeretem a Fortit, mert ugye így barátilag tök jó eljátszogatunk live-on kívül, és az, hogy live-ba bénázunk, az egy dolog, esküszöm, live-on kívül jobbak vagyunk, már mint én, ezt Szabi is tanúsíthatja. Majd olyankor nem vonja el semmi a figyelme. Hát persze, mert ez már chatre is kell foglalkozni, jogos. Nem csak a game-re. Jó, persze, ojjaj, valaki hal! Nem kompetitív. John! Még én sem vagyok az. Oh-oh. Jó, kapja. Jó, az de... megvan, nagyon nice, ügyes vagy. És a másik hol van? Ott kapja. Fenn. Kapja, nagyon kis HP. Jó, kéne most már egy másik fegyó. Akkor megöltétek, nice. De itt még valaki élt, nem? Vagy csak behalusztam?
Behalóztad szerintem. Lehet. Én szerintem néha én is becsatlakoznék, most már hozzátok, ha úgy van. Oké, és most már úgy simán megoldható. Régen ugye az időzítés miatt nem lehetett nálad. Yeah. Hát általában mi vagy live előtt, vagy live után, de mivel suli van, így nagy esélye lesz, hogy live után játszunk. De hát akkor majd úgy írok, hogy neked is. Oké, nagyon szép, és itt van még valaki, ott van. Jó, kapja. A rozsamák. Á, menekül a csávesz. Jó, megvan, szép. Na, egy ember, akit szerintem van egy tippem, hogy hol van. Na, mi a tipp? Ó, John-t leszették. Yeah. Meg Star Stable magyarult is. De nem, ő itt van. Jó, semmi, itt hülye van. Vagyok. Halottnak nyilvánítom, mikor itt rohangászik. Élő halott. Mindjárt jön a Halloween event, gyerekek. Amúgy nem veszel észre valami furcsaságot tőlem? Tisztában hangod? Nem. Kevesebbet beszélsz? Nem. Van új fülesed? Láthatatlanul hozom vissza közbe, John. Chat, mi a tippetek? Mit kéne Szabin észrevennem? Bruno nem beszél, de pedig olyan jó, olyan lehet tisztán érteni, hogy miről van szó. Mélyebb lett a hangod? Hát ha így beszélnék, igen, de közel. Mutálsz? Nem. Hangtorzítót használsz? Az, hogy nem ordítok, az, hogy nem ordítok. Tényleg! Túl chilles vagy. Yeah. Kivételesen. De ezt tudjuk, hogy változhat. Aha. Vagy próbálsz ebbe fejlődni? Mert én is próbálok, hogy kevesebbet legyek idegbeteg live-ba. Visszahoztak valakit. Ketten vannak. Hát John-t visszahoztuk, hát Dave. Jó, mondtam, hogy agyhalott vagyok. Jó, ez megijesztük. De John is csendben volt. Ez egy imposztor. Az. Hol na merre van? Az... Megeszi a vihar, vagy nem? Chat, lehet tippelni. Dobjuk egy szavazást. AI, megeszi a vihar, AI, vagy nem? Vagy AI, vagy egy ember, aki nagyon szeret bujkálni. Vagy... Hoppá, valaki harcol. Megtaláltad, Szabi? Nem. Ezek különös mindenhol, de tippem most a házban lenne. De volt lövés. Na, vagy, az én voltam. Ja. Vagy de miért? Hallod? Hol van? Mert az nálad van a láthatatlanság, tehát akkor... Nálam van a láthatatlanság, nyugi. Szóval nem is lehet láthatatlan. Nem. Az én vagy vagyok. Vagy vulkán, vagy tényleg így AI-ra beszélünk. És akkor majd megeszi a vihar? Ja, az a tippem. De ez nem a hide and seek játékmódnak mondanám, a portikát. Biztos kartondobozba bujkál, lehet némi. Lehet igazad van. Volt olyan, ami volt olyan item. Csak faszontalan. Tudom, hogy volt, hogy be tudtál dobozba bújni, de látod, hogy mész a dobozzal. Yeah. Nincs a házba ott. Hát azt akarom megtenni, de szerintem nem. Nem, most meglátom, nem. Morduljam. Itt van! Megtaláltam! Megvan, nice. Hát ez... Itt bujkált a fán! Cuki. Metal Gear Solid-os kartondoboz. Szép volt, hát GG. Nem. Hát ez akkor most már én szavazom, hogy nem. Nem eszi meg a vihar, igen. Hát nem eszi meg. Ezt nem eszi meg. Ezt leszedtük. Itt még a régi Marvel Pass is megvan amúgy ezen a fiókon, aminek örülök. A nagyon régi, a nagyon. Várjál, figyelj. Tessék. Boy has got. Várj, nyomok egy randomot. Oh, arra. Nem tudom, ki szelsze meg neked. Ja, én se. Van olyan a cseten, aki még nem volt és szeretne jönni? Így kérdezem először. Ha nem, akkor mehetünk természetesen. Csak mondom, azért elkérdezek. Zoe. Nem, most ő azt mondta, hogy ma nem. Hát, majd én rászedem.
Várjál. Mik vannak? Ja, lehet 20 csillagom. Nekem tudom, mennyi csillagom van? Nagyon 185. sok. 185. 185? Egyszer használta fel, az is az ingyenes V-bug-ra. Szép. Szóval nem nagyon gyűjtem be. Magadom nézni, mennyi itemet kapok a PP-ből. Úgyhogy ja. Na, szóval akkor ja, go. Ahhoz, hogy megvagyom a BP-t, el kell menni 90-es szintig. Jól lesz. Meg lesz az. Halló, na. Atreus, mint a Izikritos fia, az borzalmas. Szabi, most mondhatja, hogy fiú, mint God of War 4-ben. Boy. Boy. I will send you hell. Mondjuk kíváncsi leszek, milyen lesz az új God of War, mert már volt szó róla, hogy készítik. Az új játékra gondolsz, a harmadikra? Uh-huh. Én is kíváncsi vagyok. Meg hogy mi lesz a középpontban, sztorilag? Hát azt tudom, hogy... Ja, ez spoiler lesz neked, akkor nem szóltam. Bocs, eljöttem. Ragnarokat még nem itt tartott ki. Hát ezt még nem. De az nem tudom mikortól lehet gépen. Azt is mondták, hogy nem sokára elérhető lesz. Vagy már az. Nem tudom. Te kit meg van nézni? Most kemencs vagyok. Akkor nem nézem meg. Nem. Nem. Ja, ma elterveztem, hogy mondom, kitakarítom a szobámat, mondom, úgyis egykor kezded a streamet. Szeptember 19-től lesz PC-n. Ó. Hát az ja, mindjárt itt van. Tényleg a Steamen be is jelentették, ezt elfelejtettem mondani, hogy Steamen már bejelentették. Te tudod, hogy vastag áras, 30 ezer. Ó, oh, mint az izé. Ja, de az tényleg megér 30 ezeret, tehát én úgyhogy csak a sztorira figyeltem, 28 óra alatt vittem ki a játékot. Hát srácok, akkor bőle. Jöhetnek a csírek, a bitek, a tagság ajándékok. Össze kell guberálnom a God of War Ragnarökre a 30k-t. Tehát az tényleg hello, nagyon Phoenix. Jó, sok tartalom van abban, és megéri szerintem, úgyhogy... Igen, a simába is rengeteg volt, emlékszem, meg nyilván a sztorit is várom. Meg arra sokan kíváncsiak, nyilván valahogy megpróbálom majd beszerválni. Mi újság van, Phoenix, már említettelek, hogy nem tudom, most is kaptál-e értesítést vagy nem. Legelején beszéltem nagyon sokat a svédországi nyaralásról, majd visszanézhető lesz, de lesznek róla külön videók YouTube-on. De nagyon röviden, nagyon jó volt, és még maradtunk volna, plusz még jövőre 5 napra biztos, hogy kimegyünk. Egyrészt mivel nekünk van családtagunk is, hogy legalább meglátogattuk meg mindent. Ő még nem is találkoztak velem az esküvő előtt, még soha. Most találkoztak velem először. De szimpi voltam de, nekik. De amúgy dép, most így belegondoltam. Mondanám, hogy ipongamban csinálnék ugye tartalmat ott a God of War-ba, csak így rájöttem. Na. Hogy az 50 rész minimum, és ki néz meg 50 résznyi videót? Inkább streamet nézne meg, mint hogy 50 résznyi videót. Mondom, haló. Mondjuk, de miért az izédet a... A FNAF-odat is tök sokan nézik. Innen is, hogyha még valaki Szabit nem követte be, Szabi Y-nál nézzétek meg a videóit. Nem érdemlem. Jó van, általában fordított pszichológia működik az embereknél, Szabi okosan alkalmazza, minden nem, igen. Halló? Jó, megérztem. Oppá, John-t meg már lepuffantotta valami. Az fall damage. Ja, fall damage. Hey, nem érdemes kinyövetni. Hát, ezt láttam. Hát, ja, láttad? Várjál, Star Stable magyarul, meg meg kell öljek pár embert, küldi be. Állj meg, John, látlak. Állj, jövök. Ott bent van, mondjuk. Kis sarokba? Igen? Sarok? Jó, adja. Á, nincsen ammóm! Shit már! Mert azért halok megint, mert kiürült az ammóm, megőrülök. Várjál, jövök. De ne öljétek le, nekem kell, hogy öljek, csak ammó nélkül elég nehéz. Oké? Okay. De nem is ez kell, nekem embert kell ölni? Haló, csókolom. Hát ember, nem botot. Bro. Ó, ezt nem számolja bele. Az egy darab maradt? Vagy mi? Egy darab maradt questként a dumbosba? Nekem... igen, open rare chest, az is. Ja, akkor... Meg még 6 embert meg kell ölnöm.
Elnézni, meg mindegy, nem tudok beszélni. Igen, de az a kettő maradt lényegében. De amúgy mi az? Mert az a vicces, hogy én, nekem nincs ezen Battle Pass-em, de a Doom-os küldetéseket megadta. Hallod, nem áll. Gyorsabban kész szóval... lettél. Hoppá, Star Stable hát, magyarul a szintén esés, vagy lelőtték? Equest hiányzik, de... Várjál, most alig hallok, mert Doom az hangos, mint a... Tudom. ...kutyás élet. Az megsüketülök. Az leesett. Várjál, hol van Doom? Na hé. Jézusom. Ja, a rear chest kell, nem sima. Alig hallok bármit tőletek, mert Doom az nem bír magával. Haj, nyugodjál már le! Haj már meg! Jézusom, nem hallok semmit, kérlek! Szegény Szabi. Soha többé megint futóban. Oké, üdv újra. Hallod már, akkor romboljunk. Jó. Úristen. Végre hallok. Jézusom. Na. Csoda. Doom. Mármint szeretlek. Igen. Ragnarökön gondolkodom, elkezdem PC-n, ha már úgyis ott lesz a családi könyvtár, amire én... Amúgy az még vissza kéne töltem, ki akarom izé 100%-olni achievement szempontjából. Ja, azt még nem vitted ki maxra. Megint nem tudok rohanni, ezt undorító. Hát a sztorit kivittem, csak hogy achievementeket kell majd kivigyem. Az majd ki akarom vinni. Szia. Hello. Hatalmas sebességgel tudok mozogni. Flexelni akarsz többé? Nézd a csákányom. No. Edd meg. Nincs is csákány nálad. De ez a csákány. Ja, most jelezte ki, előbb üres kézzel voltál. Mi? Majd nézd vissza. Clip it. Üres kézzel voltál. Hát rear chestet nem találtunk. Nem. De hallanám. Amúgy a bunkerekben ott találhatnánk. Úgyhogy jó, nézni kéne bunkert. Mindjárt csak oda is kéne jussak. Fú, de idegesítő hát... ez a lassú sétálós szar. Várjál. Szívesen a csatorna pontot. Köszi, de hát most felesleges. Nem baj. Támogatunk akkor is. Nem nagyon izgat. Támogatnak hallak. Ennyi. Nem baj, addig is érzékel, hogy aktivitás van, így van. Gyere már ide! Hova? Ide. Melyik szín kék. Vagy te? Kék. Kék. Nézd, próbálok, ez gyere már ide, és akkor két óra múlva odaérek. Ide. Az a goofy már. Na, lesz itt a lényege, John, ez a lényeg. Na figyelj, né. Ne, ez mi ez, jégkrémek, fagyik? De nézd meg, ki van ott a képen, Dr. Doom árul fagyikat. Látom. Jó tudni. Bro, mi goofy már. Ennyi, fagyi árus lett. Hát nyár volt, kellett neki a pénz. Ő nem kap csíreket meg ajándékot. Én is megyek fagyi árusnak. Csinálok nektek kecsapos fagyit, mit szóltok? Már visszatért a galamb, mész innen? Mi a de most az hol van az a galamb? Az ablaknál, ablakpárkányon. Ja, I see. Bro nagyon. Igen. Hash. Kérek egy diadalízű fagyit? És diadal ittas, az is jó, az alkoholos verzió. Ajaj. Mondjuk ez a ijesztő nagy darab vadállat, ez még megy is a Kratos mellé, mint karakter, ami most az én skinem. Na. De az ilyen nitróval van felizélve, nem lenne nitród, akkor semmit nem élnél. Hát ez igaz. Valaki hozzon már egy kocsit, mert így nagyon hosszú lesz, hogy gyalog megyek mindenhova. Hát, keresek.
Mostanában 11 órakor jön a fagyis kocsi, nem értem miért pont ebéd előtt, akkor senki nem fog venni, plusz nagyon kevesen vannak otthon, késő délután kéne menni. Hát amúgy ja, de lehet, hogy ki van nekik adva, hogy hány órakor legyen. Amúgy itt hogy mikor, van bunker, hol kell itt tudnánk lenni. Ládákat, jó, én megyek vagy. Oda. Csak ne nyissátok ki előttem, annyit kérek. Hát még nem jött ki. Hát ki bele tudunk segíteni a közbe. Ja, az közös? Én azt hittem, hogy szóló. Ja. Yeah. Nem szóló a... izé, dúmos. Akkor hogy adtam meg neked a real chestet a valamelyik meccsbe, amikor én nyitottam ki? Ja, te nyitottad? Én nyitottam, és akkor megadta neked. Ó. Azért diadal, mert régi F4-es Pókember sorozatban diadal doktor volt a neve. Ó, ezt nem tudtam, köszi az infót. Ott lent vannak a ládák. Niki! El van az év, ha játszik. De amúgy egyetértek veled, Zoli, hogy olyankor nem sok ember talál otthon. Ez tényleg akkor kéne, amikor mondjuk hazaérnek az emberek. Én röviden megfogalmazom, menjenek el a CBA-ba, vegyenek egy fagyit, az csak. Én amúgy ma vettem jégkrémet. Nekem van ilyen mini jégkrémet, csak nem fogyasztom, mert nekem nem olyan ízik. Hoppa, nyílik. Hó. Oh. Megijedtem. Három óra után, hát amúgy ja. Bár nagyon kevesen vesznek kocsiból jégkrémet, tényleg, amit Szabi mond, én is hamarabb megveszem a kóba, spárba, bárhol. Ja. Ha vannak, jó, de vannak olyan részek, ahol nincsenek közelbe, például mikor falul laktunk, ott megértem. Például tényleg az, hogy fél órára van a város, akkor nyilván, hogy veszem a kocsiból. Persze. Az más. Tényleg számolja, jogos. Mondom. Ha nekem elvileg bekész is. Álljá. Nekem meg ja, nincs. Jönnek. Látom. Jönnek. Jöjjenek. A... ez fáj. Mi az adok? Shield EMP. Gyertek be, te... ne menjetek ki. Az is... ezzel meg tudom innen dobálgatni, vagy nem találja el? Hát be ezen. Oh-oh, meg fogok dögleni. Lock! Csak te vagy, John! Egy ember maradt, na nem baj. No. Pedig már annyira elhittem, hogy megleszünk. Kéne még egy ilyet találni a következőbe. John helyére behívjuk Est. Köszi a játékokat. Ha Est persze gépnél van. És... még egyszer le kéne menni Szabi egy ilyenbe, mert van egy olyan questem is, hogy a fegyvert kell upgrade-elnem. Most jutott eszembe. Hát tök mindegy. Vagy mi de, melyik? De melyik quest heti szerintem. Mert van a Champion Road-os is. Én nekem emlékszek, hogy valamelyik név volt. Mert menjem vissza a Championbe, nézem a izét streamet közben. A legfentibe. Ja, hát a ranketbe tudnánk ezt csak megcsinálni, tudod? De nem arra gondoltam. Hát ugye itt még ez kell. Hát azt mondtad, hogy modolni kell, nem? Fegyver, de az a weekly-ben van, itt van. Ja, yeah. Oké, okay, azért szóltam, mondtam, bocs. Hogy rém lett. Oké, okay. Bocsánat, nem szóltam. Oké, ezt gyere vissza. Megyünk Wolverine-nel. Yeah. Ja, amúgy Dave pályán. Es? Csak, hogy mit van nekem? Vagy még nincs itt. Nézd a lobby. Xenomorph megvan. Annyira én ilyen fan voltam, hogy megvettem. Nem tudom miért, de megvettem. Azt is valami kopótolnom kéne, mert nem láttam a filmeket. Es most nincsen? Nincs fent. Oké, szia. Hát akkor visszahívjunk. Egy barát van fent, az is nem ismered. Ja. Nekem megvan Ash fennek. De itt van fönt. De fönn van, csak itt lehet, van. Hogy nincs gépnél. Away-be van nálam. Hát vagyis hát lobbyba van, de away módba van beállítva. Megint veltem. Én is már. Akkor visszahívjuk a Jolt. Mert kb. Szerintem utcsó meccs... mára.
lemaradás. Vagy megyünk egy triót. Nekem az is jó, nekem tök mindig. Joinjad egy perc, oké. Mindig ezt kiváltogatom. Meg itt vannak a legjobb lobby zenéim. Nem tudom, valaki, na, a legtöbb ember utál hallgatni lobby zenét, de én szeretek. Én nem utálok, én szeretem hallgatni. Van, amelyik tetszik. Én is szeretem. Van, amelyik jó, tehát... És én azokat én szoktam hallgatni. És itt vannak a legjobbak. Szóval, ja. Ja, hogy ezen több zenéd van, akkor úgy mondod. És, na, vannak ott is sok zeném, de itt vannak jó zenék. Inkább így mondom. Nagyon sok minden van ezen a fiókon. Ja, meg az Among Us is megvan. Na. Megvan az Among Us táska. Az tök könnyű volt megszerezni, arra emlékszek. Az item shopos volt, Pali. Ja, de valamit zíbek. Meg lehetett szerezni. Hát az easy, Fall Guys-osat. Ja, de nem, Among Us-ost is, hogyha vettél Among Us-ba coint, akkor kaptad. Ja, úgy igen, hát de a shopba is szereztem meg. Ja, azt te szerezted be, úgy, én nem úgy szereztem be. Én vettem V-Buck-ot, mert akkor még nem volt konzolon a játék. Áj, már értem. Aztán már kihozták, amit tök fölöslegesnek találtam ki, de... Ott a csontos. Epic dolga. Na, mehetünk. Jó van. Marshmallow is, de jó ez a skin. Ja, amúgy megnéztem. Nulla. Mi a magyarulnak a neve? Nem tudom. Nulla gitár, nulla basszus gitár, hangszer, megvan. Nulla hangszer skin. Igen, azt gondoltam, mert ugye az meg a másik adóbb volt. Fél tudod, mikor hagytam itt ezt az akuntot? Chapter 5 legelején. És még van az a Legóban, az az ingyen skin, azóta nem szereztem meg. Azt be kéne húzom, mert már be van húzva már egy régóta. John ott elbulizott ülve. Jaj, de hiányoltam ezt. Akkor nagy nosztalgia hullám volt, mikor belépti az akkodra. Hát figyelj, hát PS4-ért biztos, de hogy így PS5-től most már jobban megbámulhatom őket. Fantasztikus. Akkor... De ezt hamar is megcsinálhattam volna, ez a fő probléma. Tehát és ezért vagyok ideges, mert ez nem gondolkodtam, hogy halló, fel kéne hívni a PS support, meg tudják változtatni és át tudod vinni. Nem kell újra kontot csinálni, Szabolcskám. Hol lettem? Szabos volt. Megyünk a szigetre. Mi a szigetre? Ja. Ott ammo boxokat kell szednem, vagy ammót. Azt írta. Aha, aztán utána megpróbálunk az bevergődni chest nyitásra, meg egy bunkerbe, ez a cél. Szia. Hello. Félkező floss. Ott van mögött ez a nagy dúmos cucc. Doom sziget akkor mikor jön? Az nem volt világos, Szabi, amit mondtál. Az mondtam, hogy random, tehát 11% eséllyel hozhatják be a játékba, ez bent az október végéig, azt hiszem. És akkor át tudsz változni Doom-mal. Azt hiszem, amelyek az akkor már ennyi volt, nem lehet. Tehát akkor Doom. Nem az van, hogy akkor felé lett sima skinnál. Nem, de viszont ha hát Doom vagy, akkor minden fegyvered medálod a módot elveszik. A képességeik vannak, 500 HP, 500 shield, és ja, ha megölsz valaki, kapsz vissza a shieldet. Röviden ennyi. Ennyire kell tudni Dr. Doomra. Mert valaki nagyon eljátszott, nem tudom, hogy hallottál arról a hírről, hogy Tony Stark, aki játsz a Vasembert, ugye az lesz Dr. Doom az új bosszúálló filmekben, és akkor valaki eljátszott, hogy a Vasember skinát változik Dr. Doom-má. Ez mondjuk kreatív volt. Figyelj, visszajön a legjobb ember, már a Marvel-t így jobban felpörgeti újra. Tehát most mit mondjak erre? Örülök ennek. Na, és akkor elméletileg itt kéne nekem izét szereznem. Kollektelni ammót, de hogy honnan? Nem akartam venni a fegyvert, én csak fel akartam, az állat akartam. Ammót tudok nála venni? Nem, hanem gyűjteni kell úgy ammót, hogy felbérelted az NPC-t. Ja, és el is dobta, meg is lett, köszi. Megvan? Meg. 50 darab kellett.
Nekem meg nem. Vagy megvan? Én megnézem. De jól beadta. Ja, megvan. Nagyon köszi. Gyorsan gombászunk. Miattad meg lett a questom. Jó. Na, örülök. Akkor ezt nem tudtam, hogy közös beszámolja. Yippie. Nagy pénzrablás. Hello, Imre, Mizu! Nem volt más, aki eljátsz a Dr. Doom-ot? Annyi színész van, írja Phoenix. Hát most mit mondhatnánk? Tehát most ember meghalt, ugye az végjátékban. Tehát ő már nem játszott többet. Most, ha ő akar újra benne lenni, hát de annyi multiuniverzum van, persze. Hogy simán visszahozhatták volna vasembernek persze, azt a színészt. Jó, de... Láthattad, hogy már azt mondták a hirdetésen, amikor bejelentették a filmet, hogy milyen csodákra képes, hogy a multiverzum, meg ilyesmik, tehát hogy blablabla, ilyen stb. Mondtak. Monitor, ez vesz csak. Jézus, körülök, ami lesz. Hát... Ott van. Jó. De a világított aranynál vagy, ja? Ja, átjöttem gyorsan ide, ha. Tehát váltunk egy kicsit, csak azért kérdezem. Mert utána majd tudod, kell egy bunker mindenképp. Csak azt tudom, hogy nem egyből nyílik. Várjál, John, jövök. John már harcol? Akkor menjünk lassan, majd beljebb száz. Nem, csak bent vannak izénél, Doomstadnél, az megy valami bunyó. Azt törjük a boss-t. Várjál, merre vagytok? Ja, ti már bent vagytok, akkor megyünk oda. Le vagyok maradva. Oké. Nem, igen, ezt olvastam. Az fura lesz azért, hogy vasember helyett Dr. Doom lesz. Hát, aki nagyon színész központú, annak igen. Én mondjuk annyira nem élek ezen. De hát... ez egy nagy fall damage lett volna, de jó, hogy visszarántottam. Itt egy bunker, vagy te nem, Star Stable-ben magyarul jelölte. Mindegy, igazából örülök, mert most már... Hát jó, persze vannak egy-két olyan film, ami azt mondják, hogy rossz és mégis jó, de... Nahol lesüljött a Marvel, tehát most... Jó, mert azért, mert tömeggyártásban elkezdte a Marvel gyártani a filmeket, és a felére semmi ötlet, koncepció nem volt, csak hogy adjunk ki még. Ja. És hogy egy évben legyen plusz 6. Fölösleges igazából, tehát ez a... Ez az lányfajtás Pokémon film, vagy valami olyan hasonló. Bro, mi a franc az? Csak láttam ilyen klippeket, hogy van olyan, és nem, kihagyom. Minden csinálnak, úgyhogy... persze. Következő körnél várható, hogy nyílik de ez már kin lesz a körbe, menjünk el tovább, nem jó. Hát majd jelenezni fogja, hogy hol lesz, úgyhogy de nézni fogom. Várjatok meg minket, mert mi nagyon lemaradtunk. Ketté vagyunk válva. Oké. Köszi. Itt errefelé lőnek amúgy, hú. Jó, nem lesz oldom nincs. Valakit hoznak vissza éppen. Itt a... Doomstad, ne? Itt, aha. Már vissza is hozta. Egyék meg! Ja, arra gondolok Imre, az borzalmas amúgy. Kettőt is visszahoztak. Gyertek, mert ketten kevesek leszünk. Itt vagyok. Hülye kapu. Istenem, mindenem kifogy. Nekem is az a bajom, hogy a legrosszabb fegyók vannak. Jó, kapja. Nem az a legrosszabb fegyók, csak kifogyok. Megvan! Nokkoltam.
Hú. Azt a mindenit delevitte az életemet. Ajj, remélem nem hallatszott bele, mindenki üzletem nagyon. Nem, de számolt a Doomstartot, úgyhogy király. Jó. Hú. Jó, a Morbius az még mondanám, hogy ez amúgy még meg is nézem, mert még nem néztem meg, arra kíváncsi vagyok. Ott tényleg valami újat mondanak. De hogy tegyük fel, hogy próbálnak ami régi OG, és akkor egy újabbik verziót csinálni belőle, na az borzalom. Közben Imre kérdezte, hogy a Madame Webre gondoltál, Szabi? Ezt mondtam, hogy igen. Ja, jó, bocsánat. Semmi baj, csak... Ezután tematikán született meg a fantasztikus Morbius. Azt én se láttam még. Arra kíváncsi vagyok. Kör, köszi, lesz, futunk, futunk. Meg ugye megtudtuk, hogy mikor lesz ugye a... Vagy mikor tervezik ugye a kövi filmeket, tudod? Meg ilyesmik. Igen. Mindjárt visszamegyünk Starstable magyarul. Várjuk össze egymást. Én nem kövébe, 2020. Semmi baj. Csak izé, rozsomákból ne legyen Magneto. Na jogos. Rozsomákból ne legyen Magneto. Hát már rozsomáknak a Logannek a sztoria vége, tehát a Deadpoolban is egy... Ja. Ott is mondták az interjún, hogy nem az lesz. Jó. De lezárták. Bocsiás, lemaradtál, mert utolsó kör. Mondtam is sajnos, hogy pont kim voltál. De lesz majd még úgyis Forti. Az örök a csatin. Meg ne nézzétek, én nagyon megbántam, katasztrófa a Morbius. Igen. Azt mondja Zoe. Én attól függetlenül kiváltsák, kocsi, hogy mi ez. Ez két személyes megint. Mi? Ez négy személyes. Ja, csak már nem szálltatok bele, de neked van repülő. Jackpack, yippee. Ja, itt lesz tényleg a... Ezért. Megint ketté váltunk. Jó, akkor menjek hozzátok. Jaj, köszi. Csak kifogy a jackpackem. Jaj. Csodálatosan megyünk. Ja, mert most menjünk a bunker fele, mi? Aha. Oké. Okay. Még nem lootolták ki. Hát reméljük. Már mennyi láda kéne még? Egy-kettő, mindjárt megnézem. Én láttam, felejthető alkotás volt, fel se tudom idézni, mi volt benne, no. Felejthető, jaj. Jó, nem lootolták. Jó. Elvileg azt hiszem megvan. Elvileg azt hiszem megvan az. Igen, gyakorlatilag is megvan, akkor így mondom. Most már kijelezte. És még mindjárt kellett fegyvert csinálni. Ugye? Mondtam, hogy ma agyhalott vagyok. Nem baj, nyugi. Hol ez kell? Oké, okay. És akkor... több mindegy, hogy mit. Csak valamit szereljünk modolj fel. Modolj, banyek. Modolj. Megvan. Mondjuk szükség van erre. Mondjuk az nem értem, tehát hogy most van a bosszúálló film. Lezártak a végjátékkal. Minek kell még két bosszúálló film? Na az megkérdezném a Marvel-től. Na igen. Az, tehát hogy te van zárva, Tony meghalt, Mastery legyen a hősöknek, nem kell. Benni kell be. Mindegy. Ő dolguk, nem szólok bele, csak ne legyen rossz. Igen. Csak ez már sok. Nem kell ebből 6 film. Mert ezért... még nagyon sokat kell játszani, nagyon le vagyok maradva, 30-es vagyok. Pedig most Imre nagyon jól legyen, csináld viccen kívül a questeket. Simán 50-esig meg vagy napi 30 perc játékkal. Szeptember 29-ig fent van a Netflixen a Morbius. Azt hiszem holnap után jár le a Netflixen, de akkor nem pazarlok rá időt, ha azt mondtátok, nem olyan jó. Még van kim bosszút állni ott a pont a Phoenixnél. Bőven van. Hát de...
megvan halva Thanos, hát most mit lehet bosszulálni? Jó, de Thanost is vissza lehet hozni innen-onnan, láttunk már olyat, hogy feléreztettek valakit. A Quantum Realm, igen, de... Hát meg zombiként vissza lehet hozni, mint a Scarlet boszorkánynál. De az a izé, az az animációs sorozatban volt, az meg nem kötik hozzá. Az, ja. Az van, hogy mi lenne, ha az történne, ez is, ez a izé neve. Mi van, ha? Mm-hmm. Tehát ez a... Tehát más történ, ha mások történnének a dolgok, tehát ez direkt így lett kitalálva. Az a sorozat. Itt is verék voltunk. Ó, itt van ember? Ja, nokkoltam. Hallom. Hoppá, kuka. Ha? John Wick? Mi van, Zoe? John Wickből van film. De nem az, hogy John Wickből ugye visszatér a halálba, azt olvasom. Áú, nem bírok ezzel lőni. De ő nem meghalt a jó, megvan. Filmbe. Ez egy szar ez a shotgun. De meghalt a negyedik filmbe, tehát akkor most mi van? Várjál, ott vannak. Nem tudom. Én nem láttam, csak annyira jelöltétek. Aha, ott van no. A fánál. Látom. Jaj, kimerült a kocsi. Hát ez szed. De ez folytatása. De minek abból is? Azért, őszintén. Mert szeretik, amit szeretnek, abból csinálnak folytatást. Jó, de... Ezt hallottam. Ez ki volt? Ez a John volt. Nem bírok odáig ellőni. Jó, nem kapott 29-et. Én eltaláltam egyet, de büszke nem vagyok rá. Meg fogok dögleni. Én is kapok a shieldből, köszönöm. Ó ne! Innen lőnek a fa tetején, gyerekek! Fa tetején van! Fentről lelő. Jó, csak itt van még kettő. Itt kettő team van, vigyázzatok. Knock. K.O. Halt egy team. Sigolynak lesz folytatás? Hát lassan, annak remake-je lesz szerintem lassan. Tudtok, akkor még szedjetek. Vigyázz, John. Sikolynak most lett folytatása. Lövik a John. Ja, meg amit tudok, hogy lesz a mosolyó kettő. No. Tényleg. Igen? Ha? Egyet se láttam. Hát már kiadtak az előzetest. Hát én attól paráztam, megnéztem az egyet az osztálytársakkal is. Szép, valaki leszette. Aha, nem olyan ezt. Haló? Honnan lősz? Én szépen mosolyog. Mindenhol, vigyázzatok. Aha, szépen mosolyog, aha. Hát tehát... Na majd lehet jó. Rákeresek. Az baj. Jó, ha, sziasztok, sziasztok. Hogy jó. Vigyázzál, mert már csak te vagy. Shieldeljél. Hát én vigyázok. Az a baj, hogy kettő team volt szerintem. Az első három film csillagos ötös, de ez az utolsó egész széria megszélenítése a John Wick, Zoe. Viszont van pajtikám. Ott jön. Szép. Nagyon jó. Knock. Én leszedett a shieldemet, gratulálok. Ezért megérte visszatölteni. Töltetem normálisan? Újra. Na szóval... Másik menet. Vigyázz, mert be tudnak ám keríteni téged. Már volt. Volt, kézben is. Már jön is. Nem tudtak végig elpusztítani. Én nem találom el, hát ez fantasztikus. Na jössz? Tudja, hogy ott van. Ha látom innen. Szép. Ó. Jaj, ennél meg a... Jó, igen, jó. Nem baj, igen, én ezért nem mertem volna a bunkerbe bemenni, mert tudtam, hogy ott nem tudsz kijönni. Nem az, hogy halál, csak hogy érted, hogy ott, mindegy. Nem baj, kaptunk egy meg. Táskát, meg figyelj, nem baj, ez úgyis utcsó meccs volt. Ez mi? Ja, ez Doom-os izé, emót. Ja. Hát akkor majdnem minden Doom-os meg lett, azt hiszem, egy nem. Követel a stílus. Igen, mert még nem lett meg az öt. Eliminate. Hát ez majd akkor meg lesz, vagy live-on kívül, vagy kövibe.
Úgyhogy köszi srácok a meccseket, jó volt egyrészt játszani, tök jókat mentünk, jó körök voltak. Minecraft trailert nem láttam, Szabi látta és mondta is, hogy nézem meg, de elfelejtettem, majd Szabi dob már nekem és megnézem. Borzalmas az is, annyira... Olyan furcsa az egész maga, hogy megrajzolva, hogy... Nem lett jó? De nem is az, de nem is az. Igazi emberek vannak, nem akkor, ezért minden kockás, de az emberek nem. Ez nekem az szura. Nem kocka. Bizarr. Akkor tégre! Hallod, dobjátok át, meg fogom nézni, megnézem gyerekek. Jó, mindjárt átdobom. Le van kerekítve minden szélre, nem kocka. Oké, közben elköszönök tőletek itt, sziasztok, hogy megyünk rédelni. Úgyhogy egyrészt köszi, hogyha használjátok a kódomat, mikor játszotok, vagy bármit vesztek. És akkor átmegyünk raidbe, méghozzá, lepjünk meg valakit, addig meg ne menjünk el. Azt mondom... kik vannak fent? Van kettő Fortis is, akinél voltunk. Mr. Danánál már voltunk, lepjük meg újra. Úgyhogy oda átmegyünk. Fél perc. És köszi, hogy itt voltatok. Holnap találkozunk, a tagoknak pedig este jön a live menetrend. Sziasztok!